minden egyes tehetséges egyetemet végzett diák úgy legyen értelmiségi, hogy legyen meg az egyenes tartása. És az egyenes tartáshoz kell sarkosság. Annak a hitvallásomnak tettem meg, hogy minden mészetet bemutatok, és válaszom. Én amikor a 370 főhöz bemegyek, vagy bementem, az első órán megálltam, és megvártam, amíg csendes, de soha nem szóltam egy szót se. Amikor bejön, és becsükjük az ajtót, akkor tudja, hogy csak vele foglalkozom. Kialakult, hogy én egyfajta lelki szemétláda lehetek bizonyos magánéleti kérdésekben. És ez azért alakulhatott ki, mert nyilván az is eltelt idő után, hogy soha senki nem tudja meg, amit nekem mondott. Az ember mindig legyen öttusázó, vagy tisztpróbázó, tehát hogy összetett be legyen jó. Tehát nekem az életszélem az, hogy összetett be legyek jó, vagy legalábbis ne legyek rossz. Tehát az összetett be jó, akkor megette a fene, hogyha kitört egy ablakot, majd megcsinálják. Persze én szeretem a rendet, és szeretném, hogy hónap csinálják meg, de ettől függetlenül inkább ezt mondom. ez, ez, ez valóban tudatos. dr. Veres József. 1971-ben a Corvinus Egyetem Jogelődjén végzett kitűnő eredménnyel, ekkor kezdte felsőoktatói pályafutását. 1980-ban kandidátusi, 1991-ben MTA doktori fokozatot szerzett közgazdaságtamból. Hosszabb ideig dolgozott a Pécsi Tudomány Egyetem közgazdaságtudományi karán a Közgázon, Györben, Gödöllőn és a Műszaki Egyetem gazdaságtudományi karán. Volt dékán helyettes, dékán és a mai Corvinus Egyetem rektor helyettese. Vendég oktatóként dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában és Ausztráliában. Pályafutása során nagyjából 25 ezer egyetemistát tanított, bevallása szerint sokat tanult tőlük. Kiemelt oktatási jelve, hogy hallgatói ismerkedjenek meg a tárgyhoz tartozó valamennyi nézettel, ám a preferenciák szemére szabott kialakítását rájuk bízza. Kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy a sors igen kegyes volt hozzá, mert hat olyan közgazdász tanár mentora lehetett, akik ma már nem csak a hazai vizeken játszanak jelentős szerepet. A sport, a filmek, a szépirodalom és a szótárgyűjtés szakmai élete szerves kiegészítői. Jelölői szerint bár szakmai útja is kiemelkedő, azonban személyében tanítványok tömegei olyan mesterre találtak, aki megtanította nekik, hogy a közgazdaságtan nem elmélet, hanem társadalmi emberi valóságot épít. Mindig nyitott ajtaján bárki bemehetett szakmai, magánéleti, munkahelyi családi problémájával, melyet teljes odaadással hallgatott meg, és egy-egy jól elhelyezett, amolyan veres tanárúros mondattal rakta helyre. Emberek ezrei terelte a sport az egészséges táplálkozás felé, példájával sajátos életszemléletet közvetített. Veres József közgazdász professzor, 2022-ben Gráni Oroszlán példakép díjas, mester kategóriába. Nálunk a mester kategória azt jelenti, hogy valaki, aki az élet dolgaiban is mesterévé tud válni, az élet dolgaiban is támogatja a jövő nemzedéket, a környezetét, tehát nem csak szakmailag. És mennyire meglepő neked, hogy téged nem mondjuk férfi pedagógus, hanem mester kategóriába jelöltek. Hát az a meglepő, hogy jelöltek, az nem meglepő, hogy ebbe jelöltek. Megmondom azt is, hogy miért, mert valahogy gyerekkoromtól kezdve a társaimmal, középiskolai osztálytársaimmal, értelmi társaimmal, tanítványaimmal, később az egyetemen, mindig volt bennem ilyen utolérési effektus tudat, nyíregyházán, technikumba járva, miért nem tudom, gimnáziumi szinten, a közgász elvégezett Pécsen kezdve, hogy Pécs legyen olyan, mint Pest, aztán Győrben, amikor egyetemet sikerült alapítanak, hogy ő is legyen olyan, mint Pest, aztán közben Pestsel volt már olyan jó, de a lényeg ennek az emberi oldala, hogy valahogy mindig tudtam segíteni a társainak, mint diák, és mint tanár, mindig az volt bennem, hogy akiket tanítok, azok nehogy azt higgyék már, hogy a második, a harmadosztályban tanulnak. És ebben sok energiát fektettem, és nem csak szakmait, és itt jön a lényeg, hogy igazából mindig arra gondoltam, hogy olyan helyzetbe hozzam őket, hogy megszólítsanak, mert van a rámenős tanár, elhívja őket sörözni, menjünk el enni, menjünk el az erdőbe, kirándulni, stb. 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 Az ő próbálja determinálni a srácokat, vagy a lányokat, fiúkat egyaránt. Én fordítva csináltam, ezt Pécsen kezdtem, tulajdonképpen tíz évig nem jöttek rá trükre, pedig rég, rég, rég volt. Bementem szemináriumba, ott volt húsz ember, és akkor feltettem egy kérdést, és mondom, mondja ezt meg Gereben is, Ferenc. Én mindenki azt gondolta, hogy akkor rámutattam, hogy hát biztos ismerem. Vagy biztos, hát, hogy tudja. Biztos, vagy igen. Akkor felmutattam, hogy Tóth Ilma. Mindenki már akkor kezdett csodálkozni, és mind a húsznak tudtam a nevét, anélkül, hogy találkoztam volna velük bármikor. Na, de akkor még voltak leszkekönyvek, volt benne fénykép. Én előző este bementem a dékáni hivatalba, a névsorra, és betanultam a képeket. És a biztosakat vettem előre, mert közben a frizura változhat nőnél, bajusz lesz, szakáll lesz, és egyszerűen megdermedtek, és elkezdtek járni szemináriumra. És az a héten mondták, hogy nem mennénk el sörözni. És ez már más volt, és akkor már lehetett nekik tanácsot adni. Tehát fontos volt neked az emberi kapcsolódás a kezdetektől fogva, de azt jól értem, hogy ilyen nagyon tudatosan is léptél be a minden ilyen emberi kapcsolódásba, és ez ugye végső soron sok száz, sok ezer diákot jelentett. Tehát, hogy ez egy tudatos dolog volt? Igen. És a másik kérdésem az, mert ugye ide tartozik, hogy talán amit mondtál az elején, hogy, hogy oda, hogy mintha egy picit te megpróbáltál előrébb járni, de mindenkit vinni magaddal mindig, és, 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 ami jó neked jut, abból juttatni mindenkinek. Jól érzem én ezt, amit mondtál az elején, hogy, hogy a felzárkóztatás embere voltál? Így van. Mondhat a tudatosságra azt mondom, hogy ösztönösen tudatos, mert mondjuk érettségig inkább a társaimnak segítettem. De amikor megfordult a dolog, hogy akkor végig is látszólagos hierarchia volt, különösen fiatal a tanárkoromban, akkor meg nem azt akartam, hogy engem tanárnak lássanak, nem is az, hogy fiatalnak lássanak, hanem az, hogy segíteni akarok nekik a tananyagon kívül is. És ilyen szempontból így jön össze a második kérdéseddel, így lehet össze, összhangba hozni, hogy igenis azt akartam, hogy ők ráhangolódjanak erre, hogy erre a sínre, ha mennek, akkor ők se lesznek más osztály vagy harmosztály állampolgára. Más képest, budapestiekhez képest, közgázon, külföldiek külföldiekhez képest, és így tovább. Te, a, vajon a családi indítatásod volt ilyen? Apám vagy rendkívül ilyen? jó emberismerő volt. Rengeteget tanultam, ellesett mondatokból fiatalon, 10-12 évesen, ahogy egy trafikos ikerpárral beszélt, ahogy a kártyaklubban beszélt, vagy a vendégekkel beszélt, és akkor összesen megéreztem, amit az egész életemre talán jellemző, hogyha én beszélgetek valakivel, úgy értem, hogy őszintén, most rögtön elmondom, hogy persze nem őszintén, nem szoktam, csak úgy értem, hogy mélyen. Akkor megpróbálok vele olyan nyelven beszélni, amit vélelmezésem szerint ő szeretne. Tehát az ő nyelvén beszélni, tehát ne az én lehengerő vagy nem lehengerő stílusomba, vagy az én szókincsemmel, szókészetemmel, hanem hogy kitapintom, hogy ő körülbelül mit, milyen hullámoszom, és megpróbálok azon nyelven beszélni, attól függetlenül, hogy az elvémet vagy a véleményemet megtartom, csak én jobban tudok Beszélgetni, divatos szóval kommunikálni. Ez nem maga az érzelmi intelligencia? Mert most különösen nagy kérdés manapság, hogy a fiataloknak nem nagyon lesz ilyen, mert nem találkoznak éles helyzetekkel, hogy, hogy, hogy hogyan alakul ki az ember, mit kell szeretni ahhoz, hogy, a, hogy az ember ezzel játszon, és ebben a játékban egyre jobb legyen. Az érzelmi intelligenciával, az intelligenciát, azt az mert én azt nem vagyok hajnaló, nem vagyok, hogy is mondjam, hát, hívját, épp, arra, hogy, meg, hogy megítem, de érzelmi alapon történik. Ráérzés, ugyanakkor, de, de, igen, igen, de a határt, hogy is mondjam, kell példát is tatuálni, tehát például mi, mindenki pontosan tudta, hogy, vagy érezhette, hogyha nekem esetleg valaki nem szimpatikus, és mondjuk három erre állt, akkor biztos, hogy inkább négyest adtam neki, Ugyanakkor fordítva, még nagyon szimpatikus volt, és hámnedre nedre általában hármas Tehát ez igazságtalanság. Vagy a másik oldalán, másik oldalán nézve a kérdés, akkor azt tudom mondani, hogy mindenki pontosan tudta, hogy ha 7 órakor van szó és 12-ig, akkor 12 után egy emberben nem jöhet, de 7-től 12-ig bármi jöhet, hogy az írásbeli élet javítsa. Egyszer volt egy olyan eset, hogy 11 15 10 perce beesett egy gyerek, majdnem kétméteres, férfi szandál, mezidláb, rövidgatja, farmering, és ott ült ben a csó diák, szépen kiöltözve én magam, és úgy, hogy, hogy mondjam, ilyen rendes tanári ruhába, és mondta, hát ő is javítani szeretne. Hát mondom, lehet, de hát 12-ig lehet bejönni. Én, ha itt elnék eldül, én beengedném magát, most nézz, itt vannak nyolc most, most ez így nem lehet, próbáljon megjelni valahogy. Rebetkőzhetett egy 160 centis fiút, bejött eddig élő nadákba, cipőbe, nyakkenőbe, és négyes kapott kettesről. Tehát ezt meg lehet csinálni, de határt azért húzni kell valahol. Igen, de ha jól értem, akkor fontosnak tartottad azt is mindig, hogy kijelölted a játékteret, kijelölted a határokat, és azokhoz ragaszkodtál, de ahhoz mind, azt mindenki ismerte körülötted, hogy az pontosan miről szól, és azon belül viszont volt egy, egy végtelen szabad játéktér, és egy végtelen mély őszinteség a legesleg apróbb, legesleg mélyebb, legesleg intimebb dolgokig. Ez valószínűleg így van, tehát az értelmezési tartomány ki volt jelölve, az értékészetel meg azt csináltuk, amit akartak. De azt nekem állni kell, hiszen én jelöltem ki az értelmezési tartományt. Ez így van. És mondjuk, hogyha a két extrémet veszünk, a, 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 nem biztos, hogy ez, mond, hogy ezek az extrémek, így ha felveszünk, hogy a kollégium igazgató, meg a, a jelenlegi Corvinus, akkor a közgazdasági egyetem rektor helyettese, meg sokszor dékán, egy különböző egyetemeken, ugye? Hogy hogy ezen, ezen, a, a igazgató és a, az adminisztrációs, egyetemi adminisztrációnak a vezetőjeként ezen a skálán mi, 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 az, ami hozzád közelebb állt, vagy, vagy hogyan oszcilláltál ezen? Mert te végig, végig, az egyetemi vezetés és a diákokkal valós örözés teljes spektrumán, ez egy nagyon széles spektrum, mert van, aki ugye a focit nem vagy itt lent el. marad, vagy ott fönt. Focit nem felejtsük el, az oktatói csapat mindig általában meg tudta venni a hallgatói csapatot, de nem azért, mert nagyon jó fociztunk, egyébként nem fociztunk rosszul, hanem azért, mert a közönségnek játszottak a diákok, és mindig jöttek, hogy tanárom, mikor fogunk meccse játszani. Mondom, amikor akarnak. És akkor mi a feltétel most? Semmi. Én csak azt mondom majd meg, hogy hány perces a meccs. Önök mondják meg, hogy hol lesz, mikor, stb. Rengeteg néző kijött. És akkor azt mondtam, hogy kétszer 40 perc. És hát természetesen az első félbe vezettek, és elkezdtek ásványvizet inni liter számra, és a közönségnek játszani, és elfogyott az erő. Akkor még nem volt ilyen sportorientáltság, de és aztán győztünk, és akkor tekinté meg volt. Tehát ilyen szempontból ez, ez egy nagyon szépen kisakkozott figura volt, hogy ebbe belemásztak. Van ilyen, hát ez teljesen... És nemzedékek nem másztak, másztak, És akkor, vagy például, ez nagyon szívesen elmesélem, még akkor is, ha nem lesz rá mód, hogy amikor üljetemen Dékán lettem, akkor bejöttek a hallgatói, hogy már hát képviselő, hogy Dékánról jön a golya természetesen elmegyek. Mikor kezdődik? Mondták, hogy hétkor. Mondom, akkor most kimegyek, bejövök még egyszer, és megkérdezem, mikor kezdődik. Hát hétkor lesz a gyülekező, de fél kilenckor lesz a ünnepélyes megnyitó. Rendben van. Fél kilenckor itt leszek a feleségemmel féláron itt lesz a bikini eljutás, hiszen a Dénagy Lajos nekem osztálytársam volt középiskolában. És ha viszont meglátok húsznál több lányt nadrágban, mert ez egy gólyabb akkor hazamegyünk. Hát eljött a nagy nap, három lány volt. Na, akkor nem volt. Ők nem, tudtak, nem tudták miért, és három lány volt nadrágban. A bikini játszott, nem csak a mikarunk volt ott, Öt évig nem tudtam a úgy végigmenni, hogy 20 méterről megköszöntek volna előre a diákok, ismert diákok is, mert ők megtudták, hogy volt ilyen. Tehát, és ebben semmi különös nem volt. És még azt sem mondom, hogy tudatosan kigondoltam, mert ösztönösen mondtam a srácoknak azt, hogy én most kimegyek és viszök, és megkezdem, hogy hánykor kezdődik. Mert én tudtam, hogy mindig, ha másfél órás, majdnem csúnya szót mondtam, idő bevalójátszadás történik. Azt hiszem, hogy itt elkezdjük megközelíteni azt a, azt a, valóságot, ami miatt téged mesterként jelöltek. Ugye, mert ebben a kis történetben is van legalább két dolog. Ugye az egyik az, hogy a, mi a helyes időpont. És te erre azt mondod, hogy kimegyek még egyszer, és visszajövök, és kezdjük előről. És akkor ugye, ez egy olyan fajta nevelési technika, amire mindenki tudja, hogy hogy mi, mire megy ki, és egyből tudták a jó megoldást, ugye? Az ez elején van. nem. A másik a szoknya nadrág kérdésköre, hogy ez egy, ez egy hihetetlen gyorsan futó tűzként terjedő kulturális üzenet, amin el kell gondolkodniuk nagyon sokaknak, hogyha valaki olyan, akinek van szava, az csak egy fél mondatot mondott, annyit mondott, hogy, hogy de ha úsznál több lányom lesz nadrág, akkor elmegyek haza. És ez, ez megint egy komplex történet, de nem kell sokat magyarázni. Igen, és megmondom, világos, hogy ezt nem, nem, nem bántam meg, nagyon örülök neki, hogy így volt, de én is a sötétbe vanáztam sokáig, meg most is, mert nekem végül pedagógus végzettségem soha nem volt. Tehát én, amit uh, Szaborsban, Nyíregyházán a szüleimtől, tanáraimtól, meg barátaimtól összeszedtem, meg Pesten a barátaimtól továbbítem, meg Pécsen, meg mindenütt, az úgy összeállt, a sport összeállt, és főleg az a dolognak a lényege, hogy ez nem maradt annyiba, tehát az a, abból, abból a hallgatói önkormányzati csapatból, akikkel a műetem ez történt, ma is követem az útjukat a vezetőségnek, valahogy úgy, úgy is fordok, évente jöttek egyszer a Tomfüredre, vagy ők most már egy része külföldön dolgozik, tehát mindenütt máshogy is Győrbe is. Hát egy borzasztóan érdekes eset volt, hogy Győrbe hogy lehetett megalapozni ezt, az is egy véletlen volt. Természetesen hallgatói, oktatói futballmeccs volt, ami természetesen a diákok késtek egy fél órát, és ott egy pár diák ott volt, meg mi is ott voltunk találcsoport, egy kis pályán játszottunk, de nagy pályán belül. Beálltam a kapuba, én nem voltam kapu soha. Mondom, amíg meg nem kezdődik a meccs, beállok. Aki 5-11-esből 5, 5 berúg, nekem az 5 üvegsölt kap. Ha egyet vagy többet kiad, én kapok egyet. És ez ment, tizen voltak, kilenc elbukta, mert mindenki ott is a közösségnek játszott, nagy gólt a dékánnak, mit tudom én miért? egyet úgy is kihagyott, vagy egyet megfogtam véletlenül, teljesen gyerekten. Jött az utolsó gyerek. Balábas volt, úgy is, ő is, mint én. Hát akkor sejtettem, hogy hogy fogja rugni. Mind az ötöt berúgtam, mindig máshol, mint gondoltam. Oda mentem hozzá, maga melyik napon született, azt mondta, július 17-én. a mondom, azt értem, mert én július 17-én születtem ma Győri Egyetem elnöke. Mint később kiderült, még szülőföldön is számodik, és van vitte az életét, kapcsolatban vagyunk. De hát vannak névtelenek is. Mondjuk az is egy érdekes volt, hogy valami rejtés vihar kapcsán gyerekkoromban, de nem hiszek be, csak tudom csinálni. Meg, nagyjából meg tudom mondani körülbelül, hogy kinek milyen gyereke lesz ilyen inkább. De nem hiszek benne, de meg tudom mondani, és ve is talán. És akkor Győrbe kérdezte egy diáklány, hogy vizsga után, hogy talán hallottam ezt a képességét megnézni nekem, hogy milyen gyerekem lesz, persze. És mondtam neki, hogy három gyerek és az első fiú lesz. Hát azt mondja, ez valami nem stimmel, mert voltunk a szüleimmel az orvosnál, és az orvosok megmondták, hogy lány lesz. Mondtam, jó, hát én nem, én nem mondtam, hogy nem hiszek benne, de hát ez így van. Eljött a diplomosztás ideje, akkor már terhes volt a fiatal lány, amikor én ezt megnéztem, Tehát, és természetesen jött a diplomosztás, az egészre elfeledkeztem, ő közbeszült, jött, és ő került a névsóra, én nem is figyeltem, csak mondom, hogy Győri, sziázi és odosukta fiú lett. De ez véletlen volt, de jó volt. Igen, itt ugye nyílik ez a spektrum, hogy eh, hányféle módon ugye de, de tudsz közel kerülni az emberekhez, tehát mert volt a kulturális üzenet hordozója a szoknya, a nadrág, volt a rend hordozója. Van a szakmaiság hordozója, arról nem beszélünk, hogy a, a, a politikai a tantárgyat ugye úgy oktattad, hogy a csilláron is lógtak az emberek, mert nagyon szerették azt, hogy te előadsz. És van ez a magánéleti vonal, amivel majdnem mindegyikkel, több ezer közgazdászt kísért végig. Oh. És uh, talán ma uh, itt a, nem tudom, a vezetők java részének is tudod a családi hátterét, a gyerekeikkel való problémáját, hogy hogy, hogy hogy került az is előtérbe, hogy a magánéleti dolgaikkal is megkerestek, vagy ez egy, ez egy bizalmi szint, vagy pedig egyfajta eh, valamiféle tudást véljenek ebben nálad a, lenni, amit keresnek? Valószínűleg ez, ez aztán elterjedt, amikor ez meglett, ismétem én soha nem játszottam erre rá, hanem megadtam a lehetőséget, hogy ráharapjon, ha akar, és az illető, és azt mondom, hogy ez nagyon nem túl szép szóval kialakult, hogy én egyfajta lelki szemétláda lehetek bizonyos magánéleti kérdésekben. És ez azért alakulhatott ki, mert nyilván az is eltelt idő után, hogy soha senki nem tudja meg, amit nekem mondott. Tehát, és akkor egyszerűen kaptam olyan kérdéseket, de ez, hát mondom, ilyen kérdés nincs, hogy ezt felteszik egy idegennek. Az élet jobb, mint a film. Igen, igen, és akkor elmondtam, hogy nekem mi a véleményem gondolkodás nélkül. És Várták azt az egyenes véleményt, ami neked téged jellem, ez az, hogy néhány mondatban, de nem köntör falazva igaz, hogy a saját a ráhangolódva, de, de néha ugye az emberek pofonért is jönnek és igénylik a szelíd, a szelíd, de mégis csak határozott véleményt. Az az érzésem, hogy ismerjük mindannyian azt a, akár férfit, akár nőt, aki tulajdonképpen azért akarja elmondani a lelki titkait, hogy kibeszélje magát, és úgy, ahogy megmaradjanak, és majd másnak is kibeszélje magát. Tehát tulajdonképpen én nagyon negatív értemben mondom ezt, időhúzás jellegel akar egy kis lelki könnyebb is magának. Ezek sose kerestek meg engem. Ők sose, ő, nem. Olyanok kerestek meg, akiknek, ha szemben mondtam, akkor megkökent egy esetleg, és elment, és visszajött másnap, hogy igen, így csináltam, vagy még járok vele. Tehát én nem mondtam, hogy hordom az igazság fel kell, ha megkérdezed. Igen, ezen az látszik, hogy van egy pörgős élet, de a pörgős életedben mindig meg tudsz állni, oda tudsz figyelni, de mindenki tiszteli, hogy ott, ott valamennyi idő, keret van, ami, ami alatt te meg is mondod, és akkor azért dumcsizni nem, nem jönnek be, de azt az időt, azt, azt, százalékig oda tudod szentelni. Ez a lényeg, hogy amikor bejön, és becsükjük az ajtót, akkor tudja, hogy csak vele foglalkozom. És ö, van még itt egy dolog, amire esetleg, nem még egy, egyetlen dolog van, amire esetleg ö, ö, büszke lehetek, hogy a gazdaságpolitikai adások az általában 15 adás egy fél évben, mondjuk a 7.-8. adáson kiosztom egy fiút meg egy lányt, kikértem, és azt mondtam, most el fog fordulni, és kérdezik meg a hallgatótársaikat, hogy szerintük én balra szavazok, vagy jobbra és megkérdezték, politikailag politikai igen Megkérdezték, és felírták az arányt. soha nem volt 55-45-nél nagyobb a réncs. Tehát ez azt jelenti, hogy ez rendben van. Hogy középen tudtad tartani a gazdaságpolitikai Pontosan, a, a annak a hitvallásomnak tettem meg, hogy minden mézetet bemutatok, és válasszon. Persze én is szavaztam, meg szavazok most is. Na, de ez egy más kérdés. Tehát ami a... Miért, nem ez a miért fontos ez? De ez, is ez nagyon, nagyon, fo nagyon. Ez nagyon ez egy, fontos. Ez egy mester, megint, hogy hogyan kép, mit képviselsz a világban, és hogy engeded, hogy mindenki válaszol. De miért miért gondoltad te, hogy ez egy sarokkő a te életedben? Csak egy fél mondott előtte azt a mestert mindig kis emmel értjük, és én, hogy mondjam, ezt nem tartom magam ennek, de vannak dolgok, amire El tudok én, válaszolni. Én nagyon, jó, de Igen, rendben van most... Mond még egyszer, mi volt a kérdés, mert most egy kicsit elmentem. Hogy, hogy miért sarkalati pontja az életednek az, hogy a szakmai megnyilvánulásaiba a saját magadat nem teszed bele, hanem hozol egy, egy világra szóló széles igen, és igen. mindenkinek az lehetőséget Azért a való, és ez egy nehéz dolog ma különösen. Valószínű, nagyon nehéz dolog ez, igen, de sajnos ennek van egy, nem csak egy pozitív oka, egy negatív oka, és pontosan nem negatív. A negatív oka az, hogy én valószínűleg ilyen filmrendezőszerűség lehettem volna. Én képeket látok, mit tudom, de hát ahogy felnőttem, annak nem olyan közegben nőttem fel és így szerettek így ilyen rendezgetni dolgokat. A másik, hogy miért csalkolatos ez? Azért csalkolatos, mert tulajdonképpen végéltem én is azt, hogy egy, bekerültem egy mások szerint egy közgazdász elitbe, és az akkori közgazdász elit megbízott vezetője, ma is él, és ilyen sokáig egy hölgy, egy cikk kapcsán elmondta, hogy a hát az meg fog jelenni, de most szeretne velem megismerkedni, mert bekerültem a közgazdász elitbe, és megkérdeztem, hogy ezt kik döntik el. Azt ezt nem mondhatja el, és kik választottak engem az elítben, azt nem mondhatja el. Tehát mindig én úgy értem le végig is ezt a szakmai életemet, hogy persze a kerül is, és megkaptam tanításba, és meg megszereztem a fokozatokat, és ezt nem lehetett de mindig volt egy, és van is egy belső maga, aki önmagát királynak tartja, és senkit oda nem akar beengedni. Mondjuk be se akartam menni, soha ez egy másik kérdés. És én azt gondolom, a sarkhatóság épp abból következik, hogy minden egyes tehetséges egyetemet végzett diák úgy legyen, úgy legyen éret, értelmiségi, hogy legyen meg az egyenes tartása. És az egyenes tartáshoz kell sarkosság. Nekem ez a véleményem. Ezt gondolom, tudatosan csináltam, de nem fogalmaztam meg magamba soha. Igen, de ez is egy, 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 egy olyan követendő példa, amelyet abszolút következetesen csinálsz, ami miatt sokan gondolják ezt, hogy ez egy fontos dolog, amit az életben képviselni kell. azt kérdezném meg, hogy a, a rengeteg embert ugye, karoltál fel ilyenképpen a, a, pályafutásod alatt, hogy voltak-e csalódásaid? És azokon hogy léptél túl? Rögtön megelőlekezem a választ, de nem biztos, hogy igazam van. Tehát, hogy, mi, mi, hogy valaki, aki nem volt rám méltó valaki, aki visszaélt vele, valaki, aki, vagy például vagy, vagy az is érdekes, hogy valaki, akiből nem néztél volna ki semmit, és pont hogy abból lett cserebogár, vagy emeltél-e fel embert úgy, hogy méltatlannak tűnt, de mégsem lett az, vagy ez egy... Igen, volt, volt néhány. Sejtetően ezen úgy tettem túl magam, hogy van egy olyan tulajdonságom, amiről nem tettek ez adottságom, így születtem, hogy ha nagy öröm ér, vagy nagy bánat, azt ö, felfogom, de azt a szervezetem végtelen idő horizontra elosztja. Ezért én azt szoktam csinálni, hogy ö, ilyen esetben, hogy amikor úgy látom, hogy ez már nem megy, és egy tévedtem, akkor kimondom, hogy nem. Nem feltétlenül kell mondani az illetőnek is, de ő biztos érezni fogja a viselkedésemből. Hogy nem. És akkor ez nem hidegség, hanem kiesett az értelmezési tartományból. Ennyi. Igen. A, az egész mögött én egy, egy végtelen ember szeretetet vélek felfedezni. Tehát olyasmi, aki mindenkinek, nagyon-nagyon sok embernek, tehát nem csak az ismerősöknek, hanem a teljesen ismeretleneknek is hitelt adó, nagy, mély szeretet, ami ezt az egészet üzemelteti tudja. Tehát én legalábbis így fordítom le mostanig, amit, amit így, 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 elmondasz, hogy ez honnan? Igazam van -e, hogy van egy ilyen, egy ilyen naív, és van benne valamiféle újrainduló, hogy, hogy, mindig van remény, és hogy hon, hon igaz ez a, ez, a, dolog? Vagy miből táplálkozik maga ez az egész gyökér, ami, ami Veres József? Hát valószínűleg abból, hogy a később sportá fejlődött akarat, és az életemet végkísérő sportban is megszerezhető akarat, hogy viszonylag hátányosan indultam. Tehát akkor a gyerekkorom óta én gyerek voltam, beteges voltam gyerekkoromban nagyon, azóta nem. Rögt, nagyon korán lett szemüvegem, a és nem volt nekem ebben nagy gátlás, de mindig akkor figyeltem, hogy hát én is olyan vagyok, -e, mint a többi. És aztán csak úgy egyszerűen ugye a sport együtt úgy kinőttem, hogy kosább futballoztam ott megyei szinten, és akkor azt mondtam, hogy hát ha ezt én meg tudtam csinálni, vagy velem ez megtörténhet, hát így, hogy sokat fektettem ebbe, és megfogadtam tanácsokat, megszerettek engem azért, mert nem csak a családban, azért segítettek idősebb fiúk, és, és, így tovább, hát akkor ez, akkor ez másnak is kell menjen, és akkor egy kicsit úgy lehet őket terelgetni. De ismétlem, hogy mindig az élet hozta azt, akinek segíteném kellett, vagy, tehát én nem emlékszem olyanra, hogy, hogy néztem, hogy na hát az az, hogy az embernek jól nem van, segítség. Tehát valahogy engem kellett elérjen. Ha engem elér, el, engem úgy tekintet, hogy én, én érdemes vagyok az elérésre. Nos, ha viszont és megkérdezzük azt, hogy volt-e olyan, aki el akart érni, de én nem akartam, hogy elérjen, mert ugye az, ez, ez jelekből látszik, hogy a teatralitásnak mekkora a foka. Volt, aki a többséget el tudtam hárítani, egyik másikat kényszerűen csináltam, és azok úgyis voltak az értelmezési tartományból Ja, az, én, is az én értelmezés tartományban az nem biztos, hogy helyes volt az enyém. De mégis kell -e ez az a fajta nyitottsága, hogy az ember bemegy a 300 fős évfolyam elé, vagy a 25-30 fős szemináriumban, és mindenkinek, eleinte mindenkinek hitelt ad, vagy nincs mindenkinek hitele, és utána kezdenek el ők visszafele játszani ezzel, hogy lesz-e vagy nem. A helyzet az, hogy itt két nagyon jó példát is tudok mondani, én szerintem nagyon jó példa, az egyik az, hogy, hogy hát vegyük észre, most már nem tud más végül végülni egy is, Most megbeszéljünk ennek a külön 600 órás vita hogy miért nem. Én amikor a 370 főhöz bemegyek, vagy bementem, az első órán megálltam, és megvártam, amíg csendes, De soha nem szóltam egy szót se. És Teljesen mindegy, hogy hány perccel tel, hát gondolom, sok, nem? Egészen akkor kezdtem gondolkozni, most már mindjárt hogy valaki el kellett kiabálni, hogy fogjátok már be, nem mondom meg, hogy mit kellett, és akkor a másikorában már nem kellett ilyet csinálni. Egész pár futásomat, hét embert küldtem ki eladásról, ebből négy megvárt és bocsánatot kért, kettő e-mailt, egy, egy meg eltűnt a ez szerintem jó arány. A másik pedig az, hogy a, amikor már ilyen modernok is bejöttek, mert ugye már leszkekönyv nincs, meg ilyesmi, csináltam egy olyan műsort, hogy csak az eladáson működött egy e-mail. És oda mindenki írhatott kérdés, és ők nem tudták meg, hogy ki, kír, ki írta, tehát mert a legtöbbség szégyeli, vagy, vagy nem akar kérdezni. És akkor én megnézegettem néha, hogy nyomtam az igét, és láttam, hogy itt a kérdés, hogy haspók és a póköt, mi a különbség, csak most mondok egy példát, és akkor mondtam, hogy szerintem ez. És akkor senki, mondtam, hogy kérdez, akkor én is írok egy kérdést. És ez bejött, és ez nem is tudom, hogy jutott eszembe, mert én nem vagyok egy ilyen számítástechnikus zseni, pontosabban a számok megfelelő szintet azért mindig meg tudom csinálni, de ez jó volt. Voltak-e neked mestereid? A a 25 éves érettségi találkozónkra, a 80 éves volt az iskolám, és írtam egy cikket felkérésre, és ott egyébként hallgatott, érte, apa, fiúk, foci meccs is volt, és akkor leírtam, hogy az, nekem csodálatos tanáim voltak Nyíregyházban a pénzügyi technikumban, mert olyanok tanítottak, akik nem mehettek egyetemre tanítani, nyilván politikai okokból. És leírtam ott, hogy magam is tanár vagyok, nem adok nagyon, nagyon nehezen adok egyes, de adok, ezt ettől a tanártól tanultam. A matematikával mindig nagyon szerettem, ezt ettől a tanártól tanultam, és itt tovább, ezt így gyakorlatilag le is írtam. De most nem, nem, csak ez a kérdés. Valahogy egyrészt van az a közkeletű, de közhelyszerű mondás is, hogy Mindenkitől lehet valamit tanulni, és összetudom rakni a hogy kitől mit. Nem úgy elestem el, hogy bennem is megjelent. Ha azt nézzük, hogy... hogy kiemelkedő hatást gyakorol. Igen. Vagy ami... Hát most mondanék, most érdekes dolgokat fogok itt mondani, hogy tulajdonképpen különböző területekről van ilyesmi. Például, hogy hogy kell előadni azt ugye, vagy hogy kell méltóság teljesen előadni, azt ugye, az egykori Paksi Montpál, Erdős, nemrég elhunyt Erdős Tibor, és akár Csikós Nagy Béla, amit a közösségi társaság volt örökös elnöke, mert ott is dolgozgattam. Volt, azt mondom, hogy sportban nekem ott volt a példa Nyíregyházára Balcó András, az ötcsível kosszunk két különböző iskolába egymás ellenfélként, és láttam, hogy, hogy, hogy kell futni, téglahas körül összeszíjazó, másnap én is úgy futottam, tehát ezeket itt vannak, amiket sportba is lehet lesni. Irodalomban vannak csodálatos írók, akik, akiknek köszönhetően én, és sose akartam író lenni, de hát közírónak mégiscsak, mégiscsak, megjelentem. Én kb. 65 éves koromban tanultam megírni, és azt sem tudom, hogy hogyan. Tehát akkor jöttem rá, hogy hogy kell írni. Tehát nem szakmát, hát a szakmát azt lehet írni, az, aznak a fegyelmed szabályai. Tehát akkor jöttem rá, hogy, hogy most már tudok írni. De iszonyú erőfeszítések voltak. Nem az, hogy nem akartam megtanulni írni, csak egyszerűen kitettem magamnak, hogy ennél a karakterszánál nem lehet hosszabb a cikk, mert azt már senki nem olvassa a weben és többször mentem ilyen sózatta, és mindig szépen lemondtam, most is lemondtam egyet, és megkezdték, miért hát óriás az olvasottsága. Mondom azért, mert már egyre nagyobb erőfeszítés jelent, hogy ne éljen hosszabban. És a hosszabban még nem olvasnák el. Ezért nem. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, egy nagyon kellene kellene az embernek önmagával. Tehát az azért az látszik, meg mégiscsak ebből a beszélgetésből is, hogy valaki akik példaképnek tekintenek nagyon sokan, az, egy, az, egyfajta tudatossággal és egyfajta erőfeszítéssel rakja össze az életének a különböző szeleteit. És hogy most meg is kérdezném, mert ma ugye az a, ilyenkor, amikor én is erről szoktam beszélni, akkor mindig rám szólnak, hogy hát ez milyen izzadságszagú, hát az életet lazán kell élni. De mégiscsak egyfajta alázat és egyfajta mértéktartás és egyfajta belső irányítás jellemzi az egész életedet hogy ennek a másik serpenyőjébe, ez egy csomó erőfeszítés, de mi a fizetség? Érzésben, élet, siker, nem tudom, bármi. Mi, 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 az, amit hoz? Az, hogy minden hétköznapi probléma, hogy egy csap folyik, vagy, vagy az ajtó nem szállódik jó, vagy bármilyen más dolog, tehát ami kibőkenti, kibőkent az embert az egyensúlyból, akkor azt mondja egyik után, hogy de azért ebbe meg ebbe meg ebbe jó voltál. Tehát engem az vezérelt, ez, ez, túl viszont tudatos, hogy én egy a szemléletű ember vagyok. Ez, ez, azt jelenti, hogy én sosem állítottam, meg nem is állítottam, hogy én meg a legeslegjobb közgazdászok, ott vagyok de a jó között ott vagyok. Nem állítom, hogy a legjobb tanárok között ott vagyok, a legesebb között, de azért nem vagyok rossz tanár. Nem voltam jó sportoló, nem voltam rossz sportoló. Na, sze, előre kellett volna mondani, nagyon szép család életem van is, és így tovább. Látom a után következő generációnál is valami átütés van. Tehát azt mondom, az ember mindig legyen öttusázó, vagy tisztpróbázó, tehát hogy összetett be legyen jó. Tehát nekem az életszélem az volt, hogy összetett be legyek jó, vagy legalábbis ne legyek rossz. Tehát az eddő, mert összetett be jó, akkor megette a fene, hogyha kitört egy ablakot, majd megcsinálják. Persze én szeretem a rendet, és szeretném, hogy hónap csinálják meg, de ettől függetlenül inkább ezt mondom. Ez, ez, ez valóban tudatos. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ez olyan, olyan szép volt, hogy uh, én nagyon örülök, mert ugye te engem is tanítottál, és mi azóta is nagyon jó barátságban vagyunk, és én nagyon örültem, és nagyon megtisztelő, hogy téged jelöltek. És uh, Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, hogy egy picit meg tudtuk mutatni, egy, egy pici részét Veres Józsefnek, mert úgy próbáltunk mélyre esni, hogy lássuk az embert. Nagyon szépen köszönjük. Örülök, hogy itt lettem.